civil szervezetek, köztük az Amnesty International is üdvözlik a Tavares jelentés elfogadását. A jogvédő szervezet szerint a jelentés nyomán elinduló eljárás lehetőséget kínál arra, hogy visszavonják az állampolgárok jogait és a demokratikus alapelveket csorbító törvényeket. Az Amnesty International szerint a döntés nem csak Magyarországról szól, az egész európai közösség számára megteremti a lehetőséget, hogy az EU intézményei minden egyes tagállam felett ellenőrző szerepet gyakoroljanak a jogok és a demokratikus működések védelmében. Schäfer András a vendégem, jó estét kívánok! Mit gondol, meg elfogadja az országgyűlés ezt a határozatot, melyben majd beleírjuk azt, hogy az Unió visszaél a hatalmával, vagy nem fogadja? Hát nincs kétségem a dolog kimenete felől, ez a legújabb narancsos abszurd. Akkor nyilván ez egy provokatív kérdés volt, sőt, egy költői kérdés volt, nem is provokatív, mert senkit nem provokáltam ezzel. És akkor mit gondol, mi lesz annak a következménye, hogyha most a Tavares jelentés szándékát, tehát a jelentés elkészítésének a szándékát nézzük, és azt a sok ajánlást, amit hozzáfűztek, az Európai Parlament vitáját hallgattuk, és a mai állásfoglalást nézzük, akkor itt ugye ennek az az értelme, hogy most akkor a kritika után szeretnénk, hogyha a magyar kormány ezeket a kritizált pontokat kijavítaná. Na de ahhoz együttműködés kell. Ami a null ponton azt mondjuk, hogy határozatot fogadunk el, és ez megtámadtak minket, és szabadságharc, akkor hogyan tovább? Nyilvánvalóan itt semmiféle együttműködésről nem lehet szó akkor, amikor a magyar kormány, illetve személy szerint a miniszterelnök egy egészen abszurd játékot játszik. Tehát bemenni az Európai Parlamentbe, és ott arról beszélni, hogy itt támadást intéztek a magyar rezsicsökkentés ellen, tehát ez hogy jön ide a rezsit? Nyilvánvaló, hogy ott egy belpolitikai beszédet tartott a miniszterelnök. Most túl azon, hogy rendkívül méltánytalan Magyarország számára, hogy az Európai Parlamentben a magyar állam felelős képviselői így viselkedik, hát azért a magyar emberekről is többet gondolhatna Orbán Viktor, mert azért normális ember Magyarországon alig ha gondolja azt, hogy mondjuk a portugál radikális baloldali zöld képviselő Rui Tavares az a magyar rezsicsökkentés ellen terjeszt bejelentést. Tehát ez az abnormalitásnak valami olyan fok, ami egyszerűen fokozhatatlan. Jó, de az egész, most már egyre jobban pörgetem itt fel magam, az előbb Kovács Lászlóval történt beszélgetés alatt kezdtem ezt, majd milyen lehiggadok. De mondjuk egy ilyen pontnál az egész Európai Parlamentben nincs egy képviselő, mit bánom én, hogy melyik párti és országbéli, aki azt mondja, hogy kedves magyar miniszterelnök úr, esküszöm, hogy engem egy kicsit se érdekel, hogy maguknál mennyi a csatorna díj. Az viszont sokkal jobban, hogy az Alkotmánybíróság által már kritizált passzusokat visszatetszettek tenni az alkotmányba. Erről tessék beszélni, mert szóval, csatorna nem érdekel. Szóval, szerintem szálazzuk szét a dolgokat, ha már Orbán Viktor így egybe gubózta őket, vagy mi. Szóval az a helyzet, én Rui Tavares-sel találkoztam még a jelentés kibocsátása előtt Brüsszelben, és azon nevetett, hogy hallja, hogy Magyarországon őt a kormány oldal kommunistázza. Ő ugye nem tagja a zöld frakciónak tagja, nem zöldpárti képviselő, radikális baloldali Portugáliából, és én nevetve mondta, hogy ő soha nem volt kommunista, ő anarcho-libertariánus volt, mondtam, hogy helyben vagyunk, nekünk ilyen választmányi tagunk is van. Az a helyzet, hogy akikkel Orbán Viktor vitatkozott, azoknak egy jelentékeny része valóban a maga országában radikális baloldali, tehát azokhoz a pártokhoz tartozik, amelyek tűzön vízen át kitartanak amellett, hogy például a közszolgáltatásokat ne lehessen piacosítani, úgy, ahogy mondjuk a fideszes önkormányzat annak idején 10 évvel vagy 15 évvel ezelőtt Pécset megcsinálta a vízszolgáltatással. Tehát nagyon rossz helyre. Tehát az egyik az, hogy rettenetesen rossz helyre címez a miniszterelnök, de láthatóan őt ez nem is érdekli. Olyanokkal vitatkozik, akik valóban kiállnak azért szerte Európában, hogy az Európai Unió az ne a tőke meg a szabadkereskedelem Európája legyen. Szemben azzal egyébként, amit Orbán Viktor is követ Magyarországon. Na de itt nem ez volt a fő üzenet, várjon egy kicsit, nem ez volt a fő üzenet, hogy ők ottan olyan párthoz tartoznak, akik a rezsit növelni akarják. Csak arra mondom, hanem, hogy az valami abszurditása a dolognak. Tehát azt üzente, hogy őket a multik pénzelik, nem értékrendi alapon, az értékek védelme érdekében lépnek fel, hanem valami multi sugallatra. Erre próbáltam az imént utalni. Tehát, hogy az ténykérdés, hogy az Európai Unió döntéshozatalára a különböző multinacionális cégek kőkemény befolyást gyakorolnak.
Pontosan ezek azok a képviselők, a zöld, illetve radikális baloldali képviselők, akik nemhogy mentesek ettől a befolyástól, hanem hosszú ideje kőkemény harcot folytatnak azért Brüsszelben, hogy ezt a multil befolyást az európai döntéshozatalra letörjék. Nem a néppártiak, nem Orbán Viktor európai haverjai, hanem a Rui Tavares és az ő elfbarátai, a zöldek, illetve radikális baloldaliak azok, akik 15 éve kőkemény küzdelmet folytatnak azért, hogy a multicégek befolyását megtörjék Európába. Kétségtelen, hogy az a politika, amit ugye a különadók bevezetése jelzett előre, az egy kőkemény érdekkonfliktus jelent Magyarország, a magyar kormány és különböző multinacionális cégek között. Ebben a tekintetben okkal mondhatja azt Orbán Viktor, hogy ő szabadságharcot folytat, sőt tovább megyek, valóban egy nagyon súlyos helyzet alakult ki Magyarországon a 90-es években, hogy az alapvető közszolgáltatásokat piacosították. Orbán Viktor viszont abban hazudik, hogy még hogyha fel is tételezzük azt, hogy ő egy kőkemény küzdelmet, ha úgy tetszik, szabadságharcot folytat különböző európai multinacionális körökkel, egyrészt ezt nem a magyar emberek érdekében folytatja, hanem a saját oligarcháinak akar több pozíciót a multik kárára, ezt szögezzük le. Ezt a szabadságharcot ő nem azért folytatja, hogy könnyebben tudjanak megélni azok az emberek, akik egyébként a csatornadíjat nem tudja kifizetni. Kettő. Magyarország tárgyalási pozícióit, érdekérvényesítési képességét veszélyezteti akkor, akár multinacionális cégekkel szemben, akár a centrumországokkal szemben, amikor támadási felületet biztosít európai szintéren azzal, hogy Európában példátlan demokrácia deficitet produkál. Erről van szó. Magyarországnak jó oka lenne, mint periféria országnak az Európai Unión belül, kőkeményen fellépni Németországgal, a német érdekeltségekkel szemben, mert való igaz, hogy Magyarország, és nem csak Magyarországról, Görögországból, tehát Dél- és Kelet-Európából a nagy multicégek Németország irdatlan jövedelmet pumpált ki az elmúlt 10-15 évben. De Magyarország érdekérvényesítési nem erről szól ez a történet, Magyarország érdekérvényesítési képességét lenullázta Orbán Viktor akkor, amikor most egy olyan küzdelmet folytat, ami valójában nem a rezsicsökkentésről szól, nem a multik elleni küzdelemről szól, arról szól, hogy egy olyan uralmat épített ki Magyarországon, ami példátlan azért, mert 45 óta nincsen olyan európai demokrácia, a többségi uralomnak ne lenne korlátja. És külön vicces, hogy a saját strasbourgi szónoklatában ugye azt mondja, hogy micsoda főháborító dolog, hogy a többség visszaél a hatalmával. Meg a nagyok. Hát én egy pillanatra azt hittem, hogy rossz szöveget olvasok. Szóval mi van? Ezt ő mondja? Hát az egész hatalmi filozófiája pontosan arról szól, hogy ez, amit nekünk ott az ülésteremben az egyik fideszes képviselő be is kiabált, mi vagyunk többségben, azt csinálunk, amit akarunk, ez a demokrácia. Ez Orbán Viktor demokrácia felfogása. És ez az, ami tűrhetetlen az Európai Unióban, és én azt gondolom, hogy a Tavares jelentés pontosan azért végre egy kitűnő anyag, szemben sok szőrszálhasogatással és teljesen félrement lövedékkel, mert arról beszél, ami a lényeg. A lényeg nem a bírói nyugdíj, meg különböző ilyen részletintézkedés. Azok a kötelezettségszegési eljárások. Minden egyes részletintézkedésre kitűnő nemzetközi példákat tud mutatni Navracsics Tibor, ebben felől nincsen kétségem. Az összkép a lényeges. Gyenge alkotmánybíróságra van példa. Van példa arra, mi ezt ugye az LMP-ben nagyon nem helyeseljük, de van példa arra, hogy például a népszavazás intézményét visszametszik. Arra nincs példa, hogy egy parlamenti többség uralma térben is korlátlan, de ne felejtsük el, időben is korlátlan. Ha valaki veszélyezteti a magyar emberek szabadságát, az Orbán Viktor. Hiszen akkor, amikor kétharmadba betonoz mondjuk egy birtokpolitikát, akkor elveszi a magyar gazdáktól például a lehetőséget, hogy benyújtsák a számlát 2014-ben. Na, 2014-et már többször emlegettük a mai nap kapcsán, a Tavares jelentés és az Európai Parlament állásfoglalása és elfogadott állásfoglalása kapcsán, de az még messze van, addig is fogunk még beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt